Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Fulton szerezték meg 9. bajnoki győzelmüket a Kékcápák. A Vörös Ördögök csapata lett Nyíregyháza téli teremfoszi bajnoka. 20 éremmel tértek haza a Nyíregyházi Sportcentrum úszói Németországból. A játékvezetők csapata nyerte a Szövetségkupa kispályás futballtornát. Két bajnoki ezüst után az Európa-bajnokságra készül a kerekes székes vívó Tarjány István. Megszerezte 9. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák az NB1B piros csoportjának 21. fordulójában Fulton nyertek 84-75-re. A tabellán előrébb álló hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyed végén 7 ponttal vezetett a Fult. A második 10 perc a Cápáknak sikerült jobban, így a nagy szünetre 1 pontra csökkent a két csapat közötti különbség. Fordulás után ismét ellépett a házigazda, az utolsó játékrész előtt 5 pont volt a Fultiak előnye. A nyíregyháziak azonban zárkózni kezdtek, majd a vezetést is átvették, és jó hajrájuknak köszönhetően végül 9 ponttal megnyerték a mérkőzést. Nagyon fontos meccs volt. Múltkor megbeszélünk, van egy olyan sorozatban 4 extra kemény meccs. Ebből valahogy kell nyerni 1 vagy 2, és akkor ott vagyunk, ahol akarunk. Meccs nagyon nehéz volt. Center nélkül játszottunk, ott van a rutinos játékosok, magas poszton, akit hál' Istennek a második felidő taktikai váltás után tudunk megállítani és fordítani az a meccs, hogy mi a vágunk. És az utolsó negyed egy meglepetés vidékézzel úgy elértünk, hogy a 8,5 perc alatt kaptunk 4 pontot. És itt volt a kulcs. Muszáj mondanom, hogy nem valahol statisztikai, nem voltunk csoda dobó százalékból, vagy más dolog, de harcoltunk úgy, ahogy kell harcolni a meccs. Nagyon keményen játszottunk 40 perc, és látható volt, hol van esélyünk. Kihasználtunk ezt az esélyt, és mondtam azt ezt a meccs után, mindig mondtuk ezt a meccs után valahogy béké. De nincs, most jön a Mauc, és jönnek a Vasás, és itt a még 5. Következő mérkőzés szombaton hazai pályán a MAFC ellen, a második helyen állnak a fővárosiak. Milyen mérkőzésre lehet számítani? Mérkőzés érdekes lesz. Mauc igenis második, de Mauc én véleményem szerint ez legjobb csapatliga. Az első, a második, most múlt héten ők is hozták egy amerikai játékos, aki játszott a Magyar A-ligába, egy nagyon rutinos játékos. Mindent tették erre, hogy a A-ligába játszanak jövőre, és mi meccsünk itt Nyíregyházán, nekik ez egy nagyon fontos állomás. Mi persze nem fogunk engedni magát, nem tudom most mi lesz Dizsákkal, azt mondják, hogy jobb állapotban van, de most, ha is nem olyan egészen jó, akkor nem kell rizikolni, van még meccsek. Meglátjunk, készülünk, jó passzban vagyunk, én egy jó meccs vár. Egy kemény harcos meccse sikerült az utolsó negyedben a javatokra fordítanatok Fulton, de hogyan élted meg a pályán? Nem feltétlenül úgy kezdődött a meccs, ahogy szerettük volna, nagyon nagy energiákkal kezdett a Fult, de végig tudtuk velük tartani a lépést, és nem engedtük ki a kezünkbe a meccset, hogy nehogy nagyobb különbség legyen köztük, aztán védekezést váltottunk igazából az utolsó negyedbe, és szerintem ez volt, ami teljesen összezavart őket, és itt tudtunk meglépni tőlük, és átvenni a vezetést, és utána viszonylag magabiztosabban is behúzni a végén. Neked is jól ment a játék, 27 pontot szereztél, minek köszönhetően? Mondanám, hogy hazai pályára, ott már belőttem a gyűrűt, de hát jól ment az elejétől kezdve, de igazából küzdöttünk, hajtottunk, mindenki kivette a részét, úgyhogy ha majd eszek ér a csapatnak, akkor nyilván az egyéni teljesítmények is sokkal könnyebben jósulnak el. A hétvégén a MAFC érkezik, második helyen állnak, valószínűleg nem kikapni jönnek a Continental Arénába, ti viszont folytatni szeretnétek a jó sorozatot, milyen meccsre számítasz?
Így igaz. Hát igazából szerintem már minden csapat elmúlt mutattuk, hogy bárkinek van keresni valunk, már a top csapatokat is legyőztük. Főleg itthon azért nagy erőt képviselünk szerintem. Láttuk, hogy azért az a MAV se verhetetlen, a Debrecennek is sikerült a múlt héten megverni őket, úgyhogy abszolút van keresni valunk, és egyértelműen nyerni szeretnénk ellenük is. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Pécs vezeti 19 győzelemmel és 2 vereséggel, a 17-3-as mutatóval rendelkező Újbuda MAVC előtt, a Nyíregyháza 9 győzelemmel és 12 vereséggel a 7. helyen várja az Újbuda MAVC szombaton 17 órakor kezdődő vendégjátékát. Az elmúlt szombaton rendezték meg a nyíregyházi téli teremlabdarúgó bajnokság döntőjét, amelyben 8 csapat lépett pályára. November 8-án kezdődött el a Decathlon konyhaművében a Nyíregyházi Sportcentrum városi teremlabdarúgó bajnokság, és 31 csapat vett részt magán az alapszakaszon, és természetesen ugye most a döntő zajlik, a szuperkupa döntő zajlik a hátunk, meg egy 160 mérkőzést játszottunk a 4 hónap alatt, hát gyakorlatilag közel 600 embernek biztosított a Nyíregyházi Sportcentrum mozgási lehetőséget a téli időszakban is, és kitűnő mérkőzések voltak. Mindig azt mondom, hogy talán az eddigi legszuperebb bajnokságot tudhatjuk magunk mögött, de ez biztosan állíthatom, hogy ez még jobban így volt, hiszen az utolsó pillanatig, utolsó fordulóban még 3 hely kiadó volt a szuperkupa döntőbe, és ez azt jelenti, hogy nagyon szoros volt a mezőny, színvonalas mérkőzéseket játszottunk minden probléma nélkül, egyetlen egy piros lap volt, és ez nekem, számomra ez nagyon jó dolog, sportszerűek voltak a csapatok, sérülés, sajnos 2 volt, Achilles-szín sérülés 2 is, illetve egy boka törés volt, de ez benne van, ilyen sportsérülések, tehát benne vannak. Jobbulást kívánunk azoknak, akik még most is csak gyógyulnak. A nyírpazonyi sportcsarnok a helyszín nem először, ezek szerint bevált. A nyírpazony polgármester Dubai László segítőkezet nyújtott nekünk most már 2. éve, és örömmel jönnek a csapatok ide, hiszen egyáltalán nincs távol, mint ahogy a benchbe voltunk, tehát körülbelül ugyanannyi a távolság. Ki tudnak jönni a csapatok, és kitűnnek a körülmények. 6 öltöző áll rendelkezésünkre, óriási rend van, kitűnő a pályának a talaja, és nagyon jól érzik magukat a csapatok. A háttérzajból hallatszik, hogy a hangulatra sem lehet panasz. Presztízs kérdést csinálnak már a csapatok abból, hogy eddig eljutottak, hogy megnyerjék ezt a tornát? A szuperkupa győzelem az óriási fegyvertény, hiszen ugye van egy csapatunk, a Piccolo család, a Piccolo söröző, amely már 3-szor elnyerte korábban a régi serleget, és így a Vándor serleg az övék maradt, sőt utána még egyszer, a tavalyi évben szintén elnyerték, 3-szor kell egymás után elnyerni, vagy illetve 4-szer különböző időpontokban, és ez a Piccolo söröző csapata tavaly szuperkupa döntő, és most is benn van a döntőben, ők majd csak a délutáni órákban fognak játszani. Nagyon nagy örömmel jönnek a csapatok, és harcolnak azért, hogy bekerülhessenek ezek közé, a 8 csapat közé. Minden csoport, tehát ABC csoport volt, az A csoportban 11 csapat volt, onnan 3 csapat került tovább, a B és a C csoportból az első 2, illetve a B és C csoportnak a harmadik helyezettjei közül a legjobb csapat jutott ide, és így alakult ki a 2-4-es csoport. Elnézve a játékosokat, senki nincs súlyfelesleg, itt már nem arról van szó, gondolom, hogy csak egy-egy meccsre állnak össze. Egyáltalán nem, kitűnő állapotban vannak a csapatok, és azok a csapatok, amelyek részt vesznek a téli terembajnokságban, azok mindig fantasztikus tavaszt futnak be, hiszen folyamatosan játékban vannak, egyetlen egy hét maradt ki, amikor nem játszottunk, és ez azt jelenti, hogy szervezett körülmények között játékosok, játékvezetőkkel tölthetik az időt, és van tét is, tehát gyakorlatilag ugye minden csoport bajnokot díjazunk, illetve minden csoportban a gólkirályt és a legjobb kapust is díjazni fogjuk. Ha már a tavaszról esett szó, mikor folytatódik a szabadtéri bajnokság? A terv szerint március 18-án hétfőn kezdődne el a szabadtéri bajnokság, minden az időjárástól függ. Jelen pillanatban ugye a DF pálya és az E pályát szeretném, hogyha rendbe tennék a stadioni beruházás kapcsán, illetve még
ezen kívül a kisműfűves pályán tudunk játszani. Nagy öröm számomra, hogy elindult az építkezés az A, B és a C pályán a megépült sportcentrum, szabadidő központ mögött, és három műfűves pálya alakul majd ki. Ez valószínűleg ugye tavasz közepére, április végére, május elejére, vagyis a stadion avatásának az idejére valószínűleg átadásra is kerül. Ha már szó esett műfűről, sarakról, most ugye itt műanyagborításon beszéljünk egy negyedikről, a homokról, ha minden igaz, gyakorlatilag kész a nyári Strandfoci Fesztivál mezőnye. Igen, ez is nagy öröm számomra, hiszen 12. alkalommal kerül megrendezésre a Sóstó Gyógyfürdő Nyíregyházi Sportcentrum Strandfoci Fesztivál, női férfi strandfoci fesztivál és nemzetközi, hiszen nemzetközi csapat is Szlovákiából is érkezett hozzánk, és megtelt a létszám, hiszen 32 csapattal bonyolítjuk le a tornát, illetve szeretnénk 8 női csapattal, ebből 4 már bennevezett, tehát várom azt a 4 női csapatot, akik szeretnének elindulni. Ez július 11 és 14 között kerül megrendezésre, és óriási fesztivál lesz, hiszen olyan távolságokról is jönnek, hogy Újhartyánból, Várcról, Budapestről, 5 megyéből érkeznek csapatok a megyénkből, 14 településről neveztek be, és itt lesz a város krémje, a Városi Kispályás Bajnokságnak a résztvevői. A hölgyeknél nagyon szeretném, hogyha meg lenne a 2-4-es csoport, tehát ők 11-én csütörtökön játszanak majd. Beszéljünk egy másik sportágról, a futásról, ami tömegsport, hiszen hamarosan néhány hét és itt van a nyuszi futás, ami szintén egy nagy rendezvény, és a te nevedhez fűződik. Március 29-én indul a 31. nyuszi futás a Nyíregyházi Sportcentrum szervezésébe, és ide várunk mindenkit, hiszen fantasztikus előkészületek vannak, nagyon sok ajándék vár gazdára, és nagyon sok programmal is kiegészítjük a rendezvényt. Tavaly közel 2000-en voltak a rendezvényen, és bízom benne, hogy ez most is így lesz. A végső győztes végül a Vörös Ördögök Mészárosok Kft. Csapata lett, miután a döntőben 2-2 után 7 méteresekkel legyőzte a Pikoló Söröző együttesét. A csapatok hamarosan már szabadtéren folytatják. 20 éremmel tértek haza a Nyíregyházi Sportcentrum úszói Németországból. Stuttgartban a 7. téli úszófesztiválon 10 arany, 7 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a nyíregyházi úszók. 7 versenyzőt vittünk erre a versenyre, kimondottan ifjúsági és serdülő korosztályból válogattunk, most az idősebb korosztálynak kerestünk versenyzési lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép eredménye, zártunk 10 aranyérem, 7 ezüst és 3 bronzéremmel, ami a korosztálybesülást illetően is nagyon jó eredménynek számít. Mekkora volt a mezőny, hány ország versenyzői léptek rajt kőre? A svájci, a román és a magyar csapat mellett ugye a német házigazdákból 39 egyesület volt jelen, 780 versenyző volt a 2 nap alatt, és több mint 2800 rajtot bonyolítottak le. Ez egy monstra verseny volt, ez délelőtt és délután 2 különböző időpontban, 2 különböző korosztálynak szervezve. Én úgy gondolom, hogy azért színvonalba is megütötte azt, amire vártunk. Mi egy nagyon kemény 2-4 hetes felkészülési ciklus után utaztunk ki, és az is volt az elvárás, hogy minden versenyszámot, amit lehetett, neveztem a srácoknak, jól helytáltak, és ami biztató az, hogy már itt a 4 nagyon kemény hét után is egyéni csúcsok is születtek, ami jó előjel jövő hétre. Jutott-e az úszáson kívül valamire idő? Igen, mindenképpen szoktunk szervezni kis látogatást. Most a vasárnap délelőtt volt erre számba, és ellátogattunk a Porsche Múzeumba, ami a lányoknak és a fiúknak is egyaránt nagyon jó élményt nyújtott. Elmitetted a hétvégi versenyt, Egerben lesz egy rangos viadal, oda milyen csapattal utaztok? Ez nagyon komoly verseny, itt a tavaszi érának az egyik legkomolyabb verseny, itt elődöntő, döntős lebonyolítás van, ami azt jelenti, hogy a délelőtti legjobb 8 idő, az délután még egy döntőt is úszik. Mi Nyíregyházáról nagyon komoly csapattal 52 versenyzőt neveztünk. Én úgy gondolom, hogy a kicsiknek is megadjuk azt a lehetőséget, hogy egy ilyen versenybe betekinthessenek, illetve a nagyoknak ez egy nagyon fontos lépés, pont egy hónappal leszünk a magyar bajnokság előtt. Előtte viszont még lesz egy hosszú távúszó magyar bajnokság, oda milyen csapattal utaztok? Oda 3-4 versenyzőt viszünk terveink szerint, ez a bajnokságok sorában az első verseny, Veszprémben lesz ismét, ami a tavalyi évhez hasonlóan. Itt 50 méteres medencében a Lénárt Eszter és a Molnár Fruzsina 7,5 kilométert úszik, a férfiak mezőnyében a Csernyik Dániel pedig 10 kilométernek vág neki.
Említetted az országos bajnokságot, Budapesten lesz a Duna Arénában, ugye olimpiai év van, Európa bajnokság is lesz. Kik lehetnek esélyesek, hogy kiüssenek valamelyik versenyre? A Stankovicson az 50 méter gyorson mindenképpen az olimpiai szintre fog hajtani, illetve az 50 méter mellen igyekszik megvédeni a magyar bajnoki címet. Hatházi Dóri sajnos nem tud hazajönni Amerikából, ez egy közös megegyezés a kettőnk részéről. Ő az átállást és az utazást nagyon megterhelőnek tartja, amivel egyetértek, de pont ugyanabban az időben, a magyar bajnokság egy időben van egy Pro Tire, szintén kvalifikációs FINA verseny Amerikában, és ő ott fog rajtozálni, 200 pillangón próbál EB, illetve olimpiai szintet úszni. Két versenyzőt említettél, mennyien lehetnek ott a Nyíregyházi Sportcentrumtól a Duna Arénában? Én úgy gondolom, hogy a magyar felnőtt bajnokságon csak a legjobbakat visszük, én a 4-5 versenyzővel tervezek, de ez a programtól is függ. Most hát 2-től péntekig tart a bajnokság, ami 1-2 érettségire készülő versenyzőket is komolyan befolyásol. Én azt gondolom, hogy mindenki el fogja tudni dönteni, hogy melyik a fontossági sorrend. A játékvezető csapata nyerte a Szövetség Kupa kispályás labdarúgó tornát a Filófoci csarnokban. Az MLS vármegyei igazgatósága már 20 éve rendez egy ilyen eseményt a tavaszi rajt előtt az amatőr futballban tevékenykedők számára. Tavaszi szezonnyitó rendezvénye az igazgatóságnak az úgynevezett Szövetségkupa. Ide hagyományosan 4 vagy 5 csapatot szoktunk meghívni, ezúttal 4 csapat tudott eljönni. A megyei edzők, a megyei játékvezetők és a megyei kormányhivatal alkotott egy csapatot, és természetesen a vármegyei igazgatóság is képviselte magát egy csapattal. Körmérkőzéseket játszottunk, és hát az eredmény mellett, vagy előtt inkább a legfontosabb a sportbarátságok további építése. Ha már a tavaszi szezon kezdetről beszélünk, ugye ezen a hétvégén, amikor beszélünk, már indul a vármegyei első osztályú bajnokság. Hogyan telt a volt szezon az igazgatóságon? A szokásos ütembe telt, tehát az átigazolás ugye 1 hónapig tart, de rendszerint az utolsó 3-4 nap az, amikor ehhez kezdenek kapkodni a csapatok, és például az utolsó nap a munkaidő után, tehát délután 4 óra után több mint 83 átigazolást töltöttek fel a rendszerbe a csapatok, úgyhogy tényleg az utolsó pillanatokra hajták nagyon sokan. Nagy mozgás nem volt annyira, mint amennyire szokott, de természetesen a többi igazgatósághoz képest, mivel szinte a legtöbb csapattal rendelkezünk, sőt az utánpótlással együtt Budapest és Pest megye után a legtöbb csapattal rendelkezünk, így ugye közel 13 ezer labdarúgó létszámhoz mérten azért nálunk volt szinte országos szinten a legtöbb mozgása téri szezonban. Mikor indulnak majd az alacsonyabb osztályú megye 2, megye 3-as bajnokságok? A megye 3. osztály fog először elindulni a megye 1 után, miközben 2 hét múlva a március 7-i hétvégén, ugye ott 3 csoportban játszanak, ugye eredetileg ugye 15 csapat, természetesen volt azért 1-2 csapat visszalépő, és rá egy hétre pedig a megyei másodosztály 3 csoportja fog majd elrajtolni. Ugyanáll az igazgatóság által szervezett futsalbajnokság? A futsalbajnokság a regionális NB3-as bajnokság ugye 3 megye csapatait vonja egybe, és jó ütemben zajlik. Szerencsére az elmúlt évekhez képest sokkal kevesebb a kinemállás, és azt kell mondanom, hogy a színvonal is emelkedett, több a jobb csapat, illetve az utánpótlás szinten pedig a csapataink jelentős része már regionális bajnokságban szerepel, maga az igazgatóság pedig ilyen futsal tornákat szervezett 5 korosztályban a fiúknak, 1 korosztályban a lányoknak, összesen több mint 110 csapat vesz részt ezeken a futsal tornákon, ami március 31-ig fog tartani. Amikor az őszi idén záró beszélgetést folytattuk, szó esett arról, hogy indul egy játékvezetői tanfolyam, ha minden igaz, be is fejeződött, milyen sikerrel? Igen, pont most a héten csütörtökön fejeződött be, és igen jó sikerrel, hiszen a 33 vizsgázni kész készülő játékvezető közül 32 sikeres vizsgát tett, és ami örömteli, hogy jelentős részük szeretne is működni. Persze van, akik csak azért tették le ezt a játékvezetői vizsgát, hogy jobban képbe legyenek a szabályokkal, még aktív labdarúgók, de ha már körülbelül 2 tucat játékvezetőt is nyerünk, az mindenképpen jó lenne, és ami szintén örömteli, hogy rengeteg olyan játékvezető vizsgázott most alapfokú vizsgán, aki aktív labdarúgó volt, vagy még mindig aktív, tehát aki azért a sportágban eltöltött jó pár évet, azt hiszem, hogy azért őket sokkal jobban el fogják fogadni majd a megyei pályákon, legalábbis bízok benne. 2 ezüstérmet szerzett Tarjány István az országos bajnokságon. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója a kard és a párbajtő szakákban végzett a 2. helyen. Teljesen elégedett vagyok, mert az országos bajnokságot azt Budapesten rendezik meg, és az A és B kategória együtt, tehát nem külön B és A kategória. Én a B kategóriában versenyzem, és ezért is vagyok roppant elégedett a 2. helyen, hogy ások között tudtam így megállni a helyemet. Melyiket volt könnyebb, vagy melyiket volt nehezebb megszerezni? Ilyen is, hogy könnyebb, nehezebb, tehát oda kell tennem magamat ugyanúgy, mindenki azért megy ilyen versenyekre, hogy megnyerje.
Én a kardot nagyon szerettem, a párbajtört is szerettem, de a kard a fő fegyverem, és annak jobban örülök, hogy az sikerült. Hamarosan Párizsban Európa-bajnokságot rendeznek, a paralimpia mint egy felvezető vagy teszőversenyeként. Milyen reményekkel utazol? Igen, Párizsban lesz 2 hét múlva az Európa-bajnokság, azon a helyszínen, ahol a paralimpia rendezve lesz, úgyhogy most szembesülünk majd vele, remélem, hogy jó lesz. Természetesen éremért megyek, és remélem, hogy ma sikerül, és szereznem valamilyen színű érmet. Meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Ugye ez a verseny így beleszámít a kvalifikációs rangsorba, a világranglistán most jelenleg 5. vagy, viszont te azt hiszem a legutóbbi ebén ezüstérmet szerettél, tehát egy arany kellene ahhoz, hogy pluszpontokat gyűjts. Igen, igen, jól tudod, tehát a 2 EB verseny között egyik fog beleszámítani, és a legutóbbi Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztem, egyetlen egy tussal kaptam ki a döntőben. Most egy aranyat tudok kiváltani, remélem, hogy sikerül, ha nem, akkor meg azon leszek, hogy a mögöttem lévő versenyzőket minél jobban megszorongassam, és úgymond nekik egy kicsit keresztbe tegyek. Lesz még egy kvalifikációs verseny a tengeren túlon, elképzelhető, hogy már oda nem kell utaznod? Ez majd kiderül akkor, még nem tudom így előre pontosan, számolgatunk, nézzük majd a pontokat. Ha menni kell, ha megtehetem, hogy nem, az majd megbeszéljük az edzőmmel. Ennyi fért a mai Sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk 1 hét múlva a viszontlátásra.